Bár a Biatorban egy innovatív technikum és gimnázium egyelőre Bicskén van vendégségben, lázasan dolgoznak azon, hogy elfoglalják helyüket városunkban. Hogyan telt az előző fél év? 22. szeptemberében indult meg az oktatás a Biatorban egy innovatív technikum és gimnázium iskolájában, intézményében, és valóban most még a Vajdános Technikum épülete ad helyet az iskola tanulóinak. Itt két osztályról beszélünk, több mint 60 gyerekről és 13 tanárról. Az előző fél évben az oktatási innovációinkat elindítottuk, digitális eszközökkel támogatott oktatást folytatunk, tehát a diákoknak az összes tananyaga, tanulás támogató rendszere ott van a laptopján. Ezzel együtt azért vannak füzeteik, tolluk, tehát vegyes képet kell itt elképzelni, hogy a diákok tanulnak és ahogy mi tanítunk, de azért az a tapasztalat, hogy ez hatékony, a diákok pozitívan reagáltak erre, de természetesen ez egy folyamat, tehát ez az egész év is az arról szól, hogy ezeket az eszközöket hatékony és jól tudják tanulásra használni. Ezentúl oktatási innovációnkhoz tartozott, hogy a értékelésben nem csak egyszerűen jegyeket adunk, hanem pontrendszert is használunk, tehát a diákok pontokat gyűjtenek, amiből aztán érdemjegy lesz, és aztán természetesen fél évkor és évvégén is jegyeket kapnak, és azt láttuk, az volt a tapasztalat, hogy ebben a diákok élnek, de tény, hogy nekünk is ezt a rendszert itt-ottamat még finomítani kell, a diákoknak is bele kell tanulni abba, hogy nem egyből jön egy rossz vagy jó jegy, hanem nagyobb időszakban van lehetőségük a jegyeiket jól alakítani. Február 22-én zárult le a felvételi eljárás azon szakasza, amikor az általános iskolás diákok benyújtották felvételi jelentkezésüket a középiskolába. A mi iskolánkba is most érkeztek be a felvételi lapok. Már azt látjuk a központi rendszeren, hogy több mint 620 diák jelölt meg bennünket, vagy adta be hozzánk a jelentkezési lapját, és az általunk indított 5 képzésbe összesen majdnem 1400 jelentkezés érkezett. A felvételi eljárásban a következő időszak eseménye lesz, hogy a iskolánk március közepe tájékán ki fogja tenni a honlapjára az ideiglenes felvételi jegyzéket. Ez alapján még 100%-osan nem lehet megmondani, hogy valaki bekerültne vagy nem, de az esélyek már látszanak. A végleges eredmény majd április végén lesz, amikor kiderül, hogy melyik iskolában nyert felvételt a pontszámai alapján. A saját épülettel kapcsolatban mik a legfontosabb tudnivalók, hol tart most az építkezés? Február végén a kivitelező eléri a 70%-os készültségi szintet, még a külső részen színezés van hátra, belül viszont már folynak a gépészeti és könnyű áramú szerelések, a ajzatbetont már letették, több helyen már a burkolást is megkezdik. Tehát minden reményünk megvan arra, hogy itt már nyáron elkészül az épület, úgyhogy mindenképp az oktatás szeptemberben itt Biatorbágyon az új épületben fog elkezdődni. A zavartalan kezdés érdekében az önkormányzattal is egyeztettünk, azért, hogy a diákok és tanárok a tömegközlekedéssel el tudjanak jutni az iskolához. Ez azt jelenti, hogy a vasútállomástól buszjárat fog indulni, vagy a buszjáratot úgy időzítik, hogy onnan az odaérkező tanulók a városon keresztül elérjenek az iskola épülethez. Jelenleg 13 állandó tanárral és óraadókkal oktatunk. Szeptembertől ez a létszám már megközelíti a 30-at. A új kollégákat képezni is fogjuk azért, hogy az általunk képviselt pedagógiai kultúrába ők is be tudjanak illeszkedni, és szeptemberben így megfelelő hatékonysággal és szakmai színvonalon tudjuk majd az oktatást elkezdeni. Aki természetesen szeretne többet megtudni iskolánkról, ajánlom a honlapunkat, illetve csatlakozzon a Facebook oldalunkhoz, és ott gyakran sok hírrel tudunk szolgálni a számára.